Jakó Zsigmond történész születésének 100. évfordulóján centenáriumi megemlékezést tartott Kolozsvárott az Erdélyi Múzeum Egyesület. Az október 13-i rendezvénysorozat Jakó Zsigmond házsongárdi sírjának megkoszorúzásával kezdődött. Bardot Sándor riportja következik. Jakó tanár úr. A történész, a levéltáros, a tudományszervező, a közösségformáló és iskolateremtő. A pályatársak, szaktársak és tanítványok mindannyian egyetértenek abban, hogy a professzor úr az összes felsorolt tevékenységi területen maradandót alkotott. Jakó Zsigmond Pál 1916. szeptember 2-án született Biharfélegyházán, és 2008. október 26-án 92 éves korában hunyt el Kolozsvárott. Születésének centenáriumi évfordulója alkalmából szervezett 2016. október 13-ai megemlékezés első felvonásaként a házsongárdi temetőben található sírjánál a család, az Erdélyi Múzeum Egyesület, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, a Magyar Történelmi Intézet képviselői helyezték el a kegyelet koszorúit. Az Erdélyi Múzeum Egyesület kolozsvári székházában megtartott emlékkonferencián egykori pályatársak, tanítványok tartottak előadást Jakó Zsigmond munkásságáról. Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója előadásában a professzor emberi tartásáról, tudományos igényességéről értekezett. Jakó Zsigmond valóban a 90-es években kezdett ugye a Történettudományi Intézetbe járni, amikor én oda kerültem, bár az akadémián dolgoztam, de egy másik kutatóintézetben, és kvázi ilyen belebotlásos jellege volt a találkozásnak, mert ő középkori osztályra, az intézet középkori osztályára járt folyamatosan, ott voltak igazából a kapcsolatai lévén medievista maga is igazából, és hát bizonyos kutatási programokat az intézet ezen osztályával közösen folytattak, végeztek, például OTKA kutatás, ugye akkor még OTKA-nak hívták, kutatási programjai futottak, amelyeket az intézet menedzselt. És ő bizony, hát az itt is az előadások során jellemzett Jakó Zsigmondként jelent meg, bejött a szobába, körülnézett az ott kávézó, vagy éppen komoly szakmai vitába merült fiatal kutatókon, és szinte lehetett rajta érezni, hogy legszívesebben azt mondaná, hogy csönd, mert itt vagyok, és akarok mondani valami fontosat. Jakó Zsigmond a múlt század 40-es éveiben, pontosabban azok kezdetén népiségtörténeti kutatásokkal foglalkozott. A bihari régió, vagy a történelmi Szolnok-Doboka vármegyei román betelepítésekről szóló tanulmányaira az akkori román történész szakma is reagált. A tanulmányok megjelenése után egy kicsit későbbi reakció volt, egy-két éves késéssel reagált a román történettudomány, és hát... igazán kivetni valót, vagy megkérdőjelezhető dolgot nem találtak a Jakó Zsigmond tanulmányaiban, mert annyira alapos, annyira dokumentált, annyira a forrásokhoz hűen ragaszkodó tanulmányok voltak ezek, hogy lényegében a tudomány és a kritika eszközeivel nem tudták megtámadni Jakó Zsigmond népiségtörténeti kutatásait, amelyek ezekben a tanulmányokban napvilágot láttak, hanem tulajdonképpen, ahogy az előadásomban is említettem, egy nagyon érdekes megfogalmazást nyújtottak, miszerint Jakó vétett a történész diplomácia ellen. Na hát, és ezt fejtegették lényegében a román történész kutatók, hogy ez amúgy szerintem hozzájuk kötődik, ők találták ezt ki, hogy a 40-es évek közepén létezett egyfajta ilyen történész diplomáciai, etikai kódex Európában, ami ellen Jakó talán vétett volna. Hát ilyen, egyezzünk meg, nincs. A tudományosság van, a szakmaiság van, és Jakó ezeknek mindenképpen eleget tett. Népiségtörténeti kutatásai a kommunista hatalomátvétel után megszűntek. A professzor úr azonban más kutatási területen is maradandót alkotott.
roppant termékeny korszaka következett Jakó Zsigmond munkásságának. Az, amit hivataltörténet, forráskutatás, művelődéstörténet terén végzett, és nem utolsó sorban az általa oly nagyon kedvelt segédtudományok terén, az nem lett volna lehetséges ezeknek az évtizedeknek a munkássága nélkül. Úgy tűnt, hogy a nagyon éber kommunista hatalom úgy eltűrte azt, hogy művelődéstörténettel foglalkozzék a kutató és Jakó Zsigmond is. Ezt viszont a tőle megszokott a alapossággal végezte. A professzor úr látomásos, a végletekig tervező ember volt, még az utánpótlás nevelésben is. Hegyi Géza fiatal történészként lett a munkatársa. Így utólag visszatekintve magam is látom azokat a lépéseket, ahogy ő már szinte előre betervezve végigvitt egy folyamaton, hogy beletanuljak a medievisztikai ismeretekbe. Tehát az egész azzal kezdődött, hogy elküldött Budapestre egy, hát ami névleg arról szólt, hogy egy-két kisebb dolgot kellett elintézzek könyvtárakba, kézirattárakba, levéltárba, amit ő aprólékosan a tudomásomra hozott, hogy mit kell tennem, és hogy azt milyen úton, módon érhetem el. Valójában azonban az egész mögött ezt nyilván ő maga is el tudta volna intézni, lehet, hogy telefonhívásokba kellett volna kerüljön, vagy személyesen elutazik Pestre. Valójában az egész arról szólt, hogy megismerjem a szakmát, a szakma képviselőit, személyes kapcsolatokra tegyek szert, helyismeretre tegyek szert, tehát elkezdjek tájékozódni a levéltárak, könyvtárak, kézirattárak, intézetek hálózatában, és ez a cél végül is teljesült. A Jakó Zsigmond centenáriumi megemlékezés könyvbemutatóval zárult, és amint egy fiatal tanítványa megfogalmazta, azzal a reménnyel, hogy 100 év múltán 2116-ban is lesznek még olyanok Erdélyben, Magyarországon, akik hálával, elismerésre gondolnak majd a professzor úrra, a 20. század talán legnagyobb erdélyi magyar történészére.